6-tól 9-ig. Így van, és ha minden igaz, akkor nem csak zenében, hanem élőben is köszönhetjük Farkas Bertalan. Szép napot, jó napot kívánok! Jó napot, jó reggelt kívánok! Jó napot kívánok! Hát nagyon sok boldog születésnapot kívánunk Paksról, a Fortuna Rádió stúdiójából. Nagyon-nagyon kedvesek, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, igazán jól esik. Hát ma már itt elkezdődött, most itt vagyok éppen Bulgáriában, Kamsiában, és hát az itteni barátaim közvetőrhajósok már köszöntöttek, úgyhogy Magyarországról, igen, hát úgy látszik augusztus 2-át azért néhányan megjegyezték. Hát azért amellett nem lehet elmenni, hogy ön az első és máig egyetlen magyar űrhajós, és nagy örömünkre mostanában gyakorta látjuk itt Paks környékén. Az atomerőműben is többször megfordult. Van egyébként kötődése kifejezetten az atomerőműhöz? Valóban van. Tudni, akkor, amikor elkezdték építeni az atomerőművet, akkor engem lehívtak, amikor szinte az első kapavágásokat csinálták, megmutatták a terveket, azóta is voltam, nem többször, és hát úgy tűnik, hogy valóban van egy hát érdeklődés részletben, biztos, hogy van, és hát nagyon-nagyon szurkolok, hogy mi lesz itt a következő években. Én úgy gondolom, hogy mindaz, amit elképzeltek, meg fogják csinálni, legmodernebb technikát fogják oda enni, és hát ha ez így történik, akkor azért nem lesz mitől aggódni a jövőt illetően. Azért az ember csak ugyan elolvas, és ha különböző információkat, akkor nagyon-nagyon sok országban azt tetszik, hanem az alternatíva szél, a víz energiáját is felhasználva, mert nagyon sok helyen valahol az atomerőműnek biztonságosan kell, hogy működjenek. És hát nem azt mondom, hogy ez a jövő majd 100-150 év múlva. Lehet, hogy akkor már más technológiák lesznek, de ma ezzel számolni kell mindenféleképpen. Ha más nem, akkor a kötődés tényleg a high-tech technika az űrhajózásban és az atomenergiában. Úgy van. 36 év telt el. Döbbenetes, nem? Hogy rohan az idő? Hát 36 év a repülésem óta valóban. Igen. Itt vagyunk most. Nagyon sok vannak, akik korábban vannak, akik később berepültek tőlem. Hát én nem a unokáimon keresztül tudom lemérni, mert a legkisebbik már 8 éves, a nagyobbik a bátya 9 éves, és hát azért annyira, csak ugyanígy van, annyira rohannak az évek, hogy az ember sem veszi. És egyébként az unokák mennyire vannak tisztában azzal? Hát ők már nagyok, tehát 8-9 évesen, hogy a nagypapa űrhajós. Hát ők űrhajósok akarnak lenni, és odahaza is, és külföldön is. Éppen tegnap este egy nagyon kedves baráti asztalnál elmeséltem, hogy hát az most már a új generáció nagyon fontos számunkra, hiszen itteni találkozónak is valahol ez a legfontosabb az feladata, hogy a fiatalokkal találkozzunk. Milyen találkozó van, bocsásson meg, tehát ez milyen találkozó, amin most részt vesz? Kamsiában egy nemzetközi tábor van, ahová elhívják az ifjúságot különböző országokból, és akkor itt csodálatos programot szerveznek számukra, illetve a gyerekek szerveznek egymás között programokat. Hát én olyan fesztivál koncertet láttam most vasárnap, amire merem állítani, hát voltak vagy 6-700-an nézők, és nem ült el a terem, ilyen amfiteátrum szerűség, és a gyerekek állították össze a saját programjaikat, felkészültek, aranyosak, képzettek, csodálatosak, és amikor eljött az üvöny, akkor hát lehet találkozni az üvölyösökkel, hát ez ami csodálatos dolog volt számunkra. Az ünneplésen kívül van-e még valami kötődés az űrhajózáshoz, hiszen nagyon aktívan vett részt, többek között a pille is az önnevének, vagy az önnevéhez köthető, amit nagyon sokan használnak azóta is az űrkutatásban, űrhajózásban. Én azt hiszem, hogy van egy nagyon fontos, történt egy fontos lépés tavaly, az ISA-hoz kötöttünk, és rendes tagokká váltunk. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos része a magyar űrkutatás számára.
hát két oldal is, és nemzetközi programokban a lehetőségekhez képest. Mit gondol, mikor kerül? Háttér, igen? A pénzügyi háttér megteremtése nem egyszer. Az űrkutatás az high-technek a high-techje, és az nagyon-nagyon sokba kerül. Legyen ez egy kis ország, mint Magyarország, vagy legyen ez Németország, vagy Franciaország. Mit gondol, mikor kerülhet sor arra, hogy az utódja? Még egy magyar űrhajós legyen. Így van, legyen. Így van. Születésnapom alkalmából azt szeretném kívánni, hogy minél hamarabb annak, aki ennek a házi feladatnak úgymond megfelel. Biztos vagyok benne, hogy lennének magyar férfiak, hölgyek, akik szívesen vállalkoznának. Van ma kettő olyan magyar hölgy, 17 és 23 évesek, akiknek az az eltökélt szándékuk igen, és segítsem a munkájukban, meséljek nekik, mit kell csinálni, hogy kell, és űrhajósok akarnak lenni. Tehát valahol az unokám és köztem, unokáim és köztem ugye már létezik egy csodálatos generáció, legyen úgy. Ez nagyon-nagyon jól lenne. Egyébként még, bocsánat, mondta, hogy ilyet kívánna, és egyébként még mit kívánna a születésnapja alkalmából? Nálunk mondjuk maximum egy zenét kérhet. Amit én már találtam is, egy Presser Dusán számot majd játszani fogunk, igen. Na de mit kívánna születésnapjára? Hát én azt, hogy valóban a születésnapomra, valóban azt, hogy történjen meg egy olyan csodálatos lépés újból, hogy válogassanak magyar űrhajósokat, és én úgy szeretném, hogyha az ő felkészítőségben én aktívan részt vehetnék, és amikor visszatérnek, akkor megöleljük egymást, és gratulálok. Én úgy szokták mondani, hogy első egyetlen utolsó, az első és egyetlennel meg kell, hogy barátkozzak, mert első vagyok. Egyetlen vagyok, most egyetlen vagyok, de nem akarok utolsó lenni. Jaj, nem akarok utolsó legyen lenni. Így egyébként, legyen, mert szerintem nagyon fontos lenne nekünk magyaroknak is, mert hát az ilyen jellegű sikerek nagyon jól összekovácsolnak bennünket, és most beszélgettünk éppen, mi ugye hát olimpia lázában égünk, nekünk Pakson itt van, igen, négy olimpikonunk, és hát végigkísértük a felkészülést. Végigkísértük a felkészülést, és az jutott eszembe, hogy hát önöknél is hasonló lehetett 36 évvel ezelőtt, hogy hosszú felkészülés és izgalom, hogy aztán ki lesz az, aki ott lehet. És hát ön volt az a szerencsés. Hát igen. Így történt. Az életben kiválasztotta bennünket. Mindig az a csodálatos dolog, amikor ilyenekről beszélünk. És most mondom, hogy hát elnézést kérek, hát itt nem kinevezik az embert, hogy legyél ez, legyél az, legyél amaz, hanem a végén kiválasztottunk. Kemény munka 95-en után. Kezdtünk. Igen, hát 95-en kezdtünk, a végén maradtunk ketten, a kettőből egyet kellett választani. És ez egy jó dolog, ezzel élni kell. Ha most menne, nem, most nem mit? Egyszerű. Igen, azt nem. Elhiszem. Egyébként, ha most menne, most mit vinne magával? TV macit? Na nem. Biztos, hogyha megengedték volna, akkor sem a tévében lett volna a legnagyobb főszereplő ennek az egésznek, és ezt mindenki tudja. Azok a gyerekek, akik annak idején gyerekek voltak, és a TV macit meséltem én a macival, mennyire jól megszoktuk a súlytalanságot, ők ma szülők, és úgy mutat meg a gyerekeiknek, vagy a nagypapák, az unokák, na itt van Berci bácsi, aki valamikor nekünk mesélt a világéről, hát ez a 36 év. Berci bácsiról viccek is megjelentek, hogy miért nincs bárányfelhő az égen, mert most volt itt a farkas Berci, ugye? Ha sok űrhajós összejön, hogyan ünnepelnek? Mesélik egymásnak a sztorikat? Igen, de mindig másod. Hát én nekem azért érdekes Bulgária, mert az űrrepülésük az első nap befejeződött, és visszajöttek a világőrből. És a tudományos programot igazából nem tudta a Georgi végrehajtani fönt a világőrben, amiért fölküldték. És egy csodálatos műszintaspekt, 15-5 egyes spektrométert készítettek, és ezt a műszert megkértek, hogy Valeri Kubaszóval a világőrben, és dolgozzunk vele. Úgyhogy én Bulgáriában, de nem bulgár űrhajós vagyok, de azért gondolom, hogy nagyon nagy tisztelet övez, mert én voltam az első olyan ember, aki a bulgár műszereket fölfont a világűrben használt, és mindent visszahoztunk. Tisztelet övezi itt a környékünkön is. Mikor jön felénk megint?
ezt nem tudom megmondani. Minap éppen Gerjenben találkoztunk, ön ugyan biztos nem emlékszik rá, mert ja. Én láttam önt a színpadon, de nagyon örültem, hogy ott is láttuk, és hát ezért lettem volna kíváncsi, hogy mikor nagyon, látjuk. Nagyon-nagyon sok boldog és aktív születésnapot kívánunk még, és azt, hogy teljesüljön az a kívánsága, hogy megölelheti a visszatért második magyar űrhajóst is. És úgy szép legyen, napot, jó legyen. Ünneplést, minden jót kívánunk, viszont hallásra. Nagyon kedvesek, és én is hasonlók, minden jókat kívánok. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük, minden jót. Viszont hallásra. Viszont hallásra.